Adott egy úszoda, és benne két férfi. Az egyik piros, a másik kék úszósapkában. Ezzel indul a francia szerző Emmanuel Robert Espalieu komédiája. A piros sapkás kísérleti alanynak tekinti a kéket, így elkezdődik a harc a két szín között. A párbeszédek mögött húzódó megosztottság jelensége nem csak a francia társadalomra jellemző, a darab olyan, mintha a mai magyar viszonyokról írták volna. Ez a megosztottság, vagy egyáltalán az, hogy én kék vagyok, te piros vagy, hogy ez mit jelent, hogy lehet ezt elfogadni, vagy hogy lehet tolerálni a másikat, vagy muszáj-e folyamatosan rámászni a másikra, és megpróbálni magunk mellé állítani, amikor mi sem vagyunk biztosak egészen abban, hogy mik vagyunk. Ugye itt ebben több pálfordulás is van ebben a darabban, pont az én részemről. Tehát ilyen szempontból ez nagyon komplexen és kicsit abszurd módon ebben az előadásban benne van. A kéksapkás úszót Katona László alakítja. Szerinte izgalmas feladat, hogy az ország több színpadára is elvihetik produkcióikat, amelyeket különböző módon fogad a közönség. Vannak olyan előadások nálunk, nekünk a Nézőművészeti Kft-ben, amit egy picit különbözően fogadnak. Például csak megemlíteném, hogy amit itt nagy sikerre játszottunk a Magyar a Holdon, talán ezelőtt 4 évvel volt, vagy 5 évvel, most lehet, hogy nem mondom pontosan, de kb. Az volt 5 éve. Azt az előadást például vidéken mindig sokkal jobban fogadták, és a Centrál Színházban akkor egy picit ilyen, nem is tudom, ilyen finomabb, vagy nem tudom, közönség volt, az valahogy nekik nem, vagy túl egyértelmű humor volt, és emlékszem, hogy azzal mindig, amikor ez beleértve Tatabányát, Temesváron, Romániában játszottunk egy fesztivál, ott is iszonyatosan nagy siker volt. Ebben az évadban a Móricz Zsigmond Színházban bérletes előadásban látható majd a Nézőművészeti Főiskola című komédia, amelyet több mint 10 éve játszanak Budapesten a Centrál Színházban. Scherer Péter, Mucsi Zoltán és Katona László 275 sikeres előadáson van már túl. Produkciójuk néhány évvel ezelőtt a Vidor Fesztiválon a legjobb stúdió előadás díját nyerte el.